Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, és a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, váljék kenyérré. De Jézus ezt felelte, írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy nagy hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, hiszen én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom, ha leborulva hódolsz előttem, ez mind a tied lesz. Jézus elutasította, írva van, Uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt, ha Isten fia vagy, vesd le magad innét, hisz írva van, angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és kezükön hordozzanak majd, nehogy kőbe üssed lábad. De Jézus ezt válaszolta, az is írva van, ne kísértsd Uradat, Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Ezek az evangélium igéi. Ha az Úr megengedi, 10 vagy 11 nap múlva, ott lehetek egy csoporttal, néhányan itt is vannak a templomban, akik majd jönnek velem, ott lehetek egy csoporttal azon a helyen, ahol a hagyomány szerint Jézus megkísértése történt. Pusztaság, kietlen vidék. Sehol semmi. Dombok, hegyek, kő, sárga, szürke a világ. Jézus a Jordánt elhagyja, nincs ez a hely messze a Jordántól, és mielőtt megkezdi működését, 40 napig egyedül van. 40 nap. Érdemes elgondolkodni ezen. Egyáltalán nem kevés, ugyanakkor nem túlságosan sok. Éppen elég. 40 napig egyedül lenni szükséges, hogy felkészüljön a küldetésére. Emberségében. És az ember Jézus találkozik ugyanazokkal a kísértésekkel, amikkel mindannyiunknak, akik emberek vagyunk, találkoznunk kell. A hatalom kísértése. A bálvány imádás kísértése, az önértékelés, felborulása,
ki vagyok tulajdonképpen, és mi a helyem, mi a rendeltetésem ebben a világban, amely sokszor olyan, mint a puszta, amelyben eligazodni egyáltalán nem könnyű. Mert ahhoz, hogy az ember igazodni tudjon, kell, hogy legyenek igazodási pontok. Kell tudni, mihez viszonyítani az életemet. Jézus ott a pusztában. És mi itt életünk pusztaságában. És ahogy erről már többször beszéltem, a puszta olyan, mint a labirintus, útvesztő. Hogyan találok ki belőle? Hogyan tudok átjutni rajta? Mindannyiunk számára kihívás ez, hiszen mindannyiunknak szembe kell néznünk a saját életünkkel, és ezt helyettünk más nem teheti meg. Nekünk kell vállalkozni arra, hogy igenis tudomásul vesszük, feladataink vannak, és ezekre a feladatokra nem lehet felkészülés nélkül odaállni. Kell, hogy az ember kész legyen a harcra, mert az élet valamilyen formában harc, küzdelem. Minden nap újra és újra meg kell vívni a harcot, elsősorban saját magunkkal. Meg kell vívni a harcot ösztöneinkkel, amelyek könnyen eltérítenek bennünket. Meg kell vívni a harcot a külső kísértésekkel, amelyek olyan szívesen eltérítenének bennünket. Meg kell vívni a harcot az aránytévesztés kísértéseivel. Mi az, ami fontos az életünkben? Ki az, aki előtt tényleg érdemes, nem érdemes, kell leborulni? Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ki az én Istenem? És hol találok rá az Istenre? Egyáltalán lehetséges-e megtalálni, rátalálni az Istenre? Mindenki számára, aki magát hívőnek mondja, mindenki számára ott van a hitetlenség kísértése. Hogy hát, ha mégse úgy van, ahogyan idáig gondoltam. És ahogyan erről ugyancsak többször beszéltem, az élet nem olyan, mint egy matematika példa, amit egyszerűen megoldok, kipipálok, és akkor készen van. Az élet titok. Az élet misztérium, amiben el kell mélyedni. Ebben a misztériumban elmélyedni akkor tudok, hogyha elmélyedek magában az Istennek a titkában, elmélyedek a végtelenben. Én véges ember, akinek annyira kellenek az igazodási pontok, aki benne vagyok ennek a világnak a forgatagában, és még hogyha nyüzsgés is körülöttem az élet, akkor is sokszor úgy érzem, hogy teljesen magamra vagyok hagyva, a döntéseket mindenkinek saját magának kell meghozni, a legjobb lelkiismerete szerint,
a döntés felelősségét másra átruházni nem lehet. És az élet a mindennapos, apró döntésekből tevődik össze. A mindennapos választásokból tevődik össze. Abból, hogy a kő és a kenyér más. És nem vagyok ura úgy ennek a világnak, hogy a köveket kenyérré változtassam. Ugyanakkor az Isten és a sátán más. És nagyon világosan kell látnom, hogy mi az, ami bele akar préselni ennek a világnak a korlátai közé, és mi az, ami lehetővé teszi, hogy kinyíljak, hogy föltekintsek, hogy én, véges ember, megéljem térhez és időhöz kötött életemben a végtelenség élményét. Nagy bőt van. Hamvazó szerdán ősi hagyomány szerint hamut áldottunk meg, és ezzel a hamuval jelöltük meg a homlokunkat, ezzel a figyelmeztetéssel, hogy emlékezz ember, egy por vagy, porból vagy, és visszatérsz a porba. Figyelmeztetés ez arra, hogy ne tekintsük magunkat többnek, mint amik vagyunk. De igenis, amik vagyunk, annak tekintsük magunkat. Teremtmények vagyunk, akik kapcsolatban vagyunk a végtelen Istennel. A végtelen Isten teremtményei vagyunk. Annak a végtelen Istennek a teremtményei, aki elküldi közénk a názáreti Jézust az Isten országának örömhírével, hogy igenis meg kell változtatni az életet. Térjetek meg, és higgyetek az örömhírnek. Ne ússzunk együtt az árral. Jézus a Jordántól jön el. Arról a vidékről, ahol Jánosnál bemerítkezett, arról a vidékről, ahol a Jordánban a halak visszafordulnak, hogy életben maradjanak, arról a vidékről, ahol János ezt a jelet, ezt a jelképes cselekedetet hajtja végre a hozzá kivonuló ember tömeggel. Emberek, meg kell változtatni az életet, ha életben akarunk maradni. A nagybőti szentidő különösen is hangsúlyos figyelmeztetés mindannyiunk számára erre. Igenis, változtassunk. A nagybőt az nem egyenlő a fogyókúrával. A nagybőt nem egyszerűen a testi egészség ápolásának ideje, az is kell, hogy a testem épp legyen, de kell, hogy a lelkem épp legyen. Egyáltalán nem mindegy, hogy mihez vonzódik a testem, és egyáltalán nem mindegy, mihez vonzódik a lelkem. Itt vagyunk mi, véges emberek, akik porból lettünk, és visszatérünk a porba. De nem egyszerűen eltűnünk, hanem a názáreti Jézus küldetése éppen arról szól, hogy életünk legyen, hogy az áldozatban, a másokért odaadott életben nyílik meg a végtelen, hogy a szeretet az egyetlen értelme
az életnek. Nem az önmagunkba való bezárkózás, hanem a mások szolgálata, a másokért való élet. Szent Benedek atyánk figyelmeztet, minden évben nagybőjt elején, olvassuk ezt a regulában is, és hát hadd figyelmeztessek itt mindenkit Szent Benedek atyánk gondolataival, újra és újra, hogy a szerzetes életének, mint egy állandó nagybőjti fegyelemben kellene telnie, de mivel kevesekben van meg ehhez az erő, ezért azt kérjük, hogy az évnek legalább ebben a szakaszában mindenki a szokásos gyakorlataihoz adjon hozzá valamit, vagy vonjon meg testétől ételben, italban, szórakozásban. És ez mind nem öncél. A megtisztult ember a lélek örömével várja a Szent Húsvétot. Húsvét pedig az életnek az ünnepe, az értünk adott áldozatos életnek az ünnepe, amely arról szól, hogy az áldozat legyőzi a halált, és a végtelenre nyílik Jézussal együtt a mi véges életünk.